Tehát ezt azt mondjuk, hogy tovább, és a kék plusz jelre kattintva tudunk egy új pótlapot kérni. Az adóbevallás megírásának lépéseit tanulják a Szekszárdi Szakképzési Centrumhoz tartozó Bezerégy István Szakképző Iskola felnőtt oktatásában résztvevők. Elmondásuk alapján több olyan gyakorlati tudásra tettek szert, amit a jövőben a munkájukban is hasznosítani tudnak. Jelenleg otthon vagyok a kisgyermekemmel. A munkahelyemnél a főnökasszonyom volt, aki javasolta ezt a képzést. Jöttem, megérdeklődtem, és mivel én otthon tartózkodom, nekem az időbeosztásom is így könnyű volt. A munkahelyemen adminisztratív és pályázattal könyvelői kapcsolattartással foglalkoztam korábban is. Ez a képzés mindenképpen hozzáillő és kapcsolódó volt. Úgy gondolom, hogy mindenféle tekintetben egy jó választás volt, hogy eljöttem erre a képzésre. Ez a heti 3 nap, amit itt töltök, az elméleti rész mellett a fontosabb, ami gyakorlatban is megmutatkozik. Tantárgyaink is igen változatosak, ha ezt lehet mondani. Tehát itt a pénzügyi rész, a számviteli, vagy akár projekt kapcsán igen széles körű. Tehát a munkahelyemen azt gondolom, hogy mindenképpen ki tudom majd használni ezt a képzettséget, amit reméljük megszerzünk május hónapában. Egyel több papírunk lesz, és azt gondolom, hogy ez mindenféle tekintetben azt mondhatom, hogy nekem ez egy pozitív dolog, hogy ezt választottam, ide jöhettem és részt vehetek ezen a képzésen. Könyvelés akár, nekem ez újdonság volt, tehát én gépen soha nem csináltam, de innentől kezdve azt gondolom, az adóbevallását most már bárkinek meg fogom tudni csinálni. Számviteli része, igen, bele mélyültünk a korábbi tapasztalataimat, ezért egy kicsit kiszélesíthettem, akkor most már nem csak azt az előkészítő munkát végezhetem majd, hanem egy kicsit előrébb léphetek jelenlegi munkahelyemen is. Azok, akik valamilyen okból kifolyólag nem tudtak jelentkezni 2019 nyarán képzésre, azoknak még van idejük, hogy beiratkozzanak a keresztfél éves oktatás valamely formájára. Szekszárdon például felnőtt oktatásra is lehet jelentkezni február 1-ig. Azért érdekes ez a képzéstípus, mert ezek munka mellett elsajátítható képzések. A hétnek jellemzően 3 délutánján vagy estéjén, esetleg egy szombat délelőttjén zajlanak a képzések, így mindenkinek ajánljuk, akik munka mellett szeretnének tovább tanulni. De egy másik nagyon fontos eleme a képzésnek, hogy ezek ingyenesek, hiszen a szakképzésben az első és a második szakma megszerzése ma mindenki számára ingyenes. A szakképzési centrum nagyban újra gondolta a képzési palettáját. Azt gondolom, hogy mi szolgáltatók vagyunk elsősorban, és csak olyan szakmák kerültek fel a képzési palettákra, kínálatunkra, amik valós munkaerőpiaci igényeket elégítenek ki. A vállalati kapcsolattartóink járják a duális partnereinket, a cégeket, begyűjtik ezeket az igényeket, és mi erre próbálunk rugalmasan és gyorsan reagálni. A képzéseink jellemzően Tóna megye 6 városában zajlanak, 9 tagintézményünkben lehet a képzésekre jelentkezni. Szekszárdon, Bonyhádon, Tamásiban, Dombóváron, Pakson és Dunaföldváron tudnak bekopogtatni hozzánk, de nyilván online is lehet a honlapunkon jelentkezni. Az lenne a kérdésem, hogy amikor ilyen típusú feladat van, akkor mindig használjuk ezt a táblát. Látják, hogy az eleje meg bizonyos részei megegyeznek azokkal az adatokkal, amiket önök a feladatban látnak, de néhány adattal ki van egészítve. Most arra szeretném önöket kérni, mielőtt leírják a táblát, hogy gondolják át ezt a feladatot, nézzék meg a táblát a feladatban, és az lenne a kérdésem, ugye meg kell állapítanunk majd, hogy melyik az a termék a 3 közül, késvillakanál, amelyik a legjövedelmezőbb. Így ránézésre mit gondolnak? Melyikkel tudjuk a legtöbb pénzt keresni a 3-ból? Több éve, hogy a Szekszárdi Szakképzési Centrumban nem csak az általános eljárásban, azaz a szeptemberben induló képzésekre lehet jelentkezni, hanem az úgynevezett keresztféléves eljárásban a februárban indulókra is van lehetőség beiratkozni. Azok, akik első megszerzett diplomájukkal sem tudtak munkát szerezni, vagy úgy érezték, hogy más szakmát is megtanulnának, ezentúl ingyenesen vehetnek részt a felnőtt oktatásban. De azok is jelentkezhetnek, akik munka mellett végeznék, vagy ezzel fejlesztenék magukat a már meglévő munkájukban. A felnőtt oktatás a tanuló, munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó iskolai oktatás. Én eléggé távlatokban gondolkodtam itt
mikor ezt így megálmodtam. Én 4 gyerköznek az édesanyja vagyok, és humán diplomámat már elég régen szereztem, úgyhogy ez, ugye itt számokkal foglalkozunk, ez teljesen egy más világ, viszont nagyon érdekelt, foglalkoztatott a gondolat régóta, hogy ezzel szeretnék jobban megismerkedni, és hát nyilván, tehát ehhez a szakmához ezt igazából gyakorlatban tudja igazán elsajátítani az ember, tehát az elsődleges célom nekem is az, hogy elhelyezkedjek ebben a szakmában, könyvelés területen, de nyilván ezt szeretném utána önállóan végezni otthon. Nem utolsó sorban mondjuk a családdal emellett azért jobban lehet foglalkozni, és így hát pénzt is lehet azért keresni. Teljesen más rendszer van itt, ez, hogy heti 3 alkalommal jövünk, ez sokkal kedvezőbb, mint az előző helyen, ott gyakorlatilag hétvégén volt ez, azért sok időt elvett a családomtól, így ez kedvezőbb nekem, és ami még nagyon tetszik, hogy abszolút a vizsgára készítenek fel bennünket, tehát célzottan. Én ezt nagyon jó dolognak találom, úgyhogy alapjában véve elégedett vagyok ezzel a választással. Szerintem nem kell gondolkodni rajta, tehát akinek van egy pici affinitása is ahhoz, hogy új dolgokat ismerjen meg, tanulni egész életünkben szerintem érdemes, tehát a tudásban van a tőke szerintem. De nem csak családosok jelentkeztek a felnőtt oktatásra. Volt olyan személy, aki önerőből keresett egy céget, amely alkalmazni fogja a sikeresen elvégzett felnőtt oktatást követően. A vállalkozások világa érdekel, ezért iratkoztam be a pénzügyi és számviteli ügyintézőre. Korábbi iskolám az kereskedelmi szakmenedzserként végeztem, és úgy gondoltam, hogy így teljesen le tudom majd fedni a vállalkozások világát. Ott belelátok a menedzser részébe és a marketing részébe, itt pedig akkor majd a pénzügy részébe. Magamtól kerestem egy céget, jelenleg is oda járok, nagyon tetszik, illetve elég sok mindent meg lehet tanulni. Azt mondták, hogy ha ők így megfelelek ott nekik, akkor ők továbbra is tudnak engem alkalmazni. Mikor a forgási sebesség 5,3%-os növekedése nem kedvezze a vállalkozásnak. Így van. Ez két ok miatt van, hogy az anyagköltség 10%-os növekedést mutatott, és az átlagos készlet pedig 15,8%-kal nőtt. Így van. A mai órán hát új feladatokat, mintafeladatokat alapján, a vizsgafeladatok alapján készülünk a vizsgára. Itt érettségiztem, és hát akkor is már tetszett ez az iskola, és mivel már volt egy szakmám, ami nem annyira tetszett, ezért szerettem volna még egy képzésen részt venni, és mivel ugye volt egy, és ez nem, a kettő nem függött össze, és ezért csak esti tagozatra jöhettem, de mindenképp ide szerettem volna jönni, és ez volt a fő indok, hogy azért jöttem esti képzésre. A munka is másabb, nem kint kell, hanem egy benti irodai munka, meg azért valószínűleg pénzben is remélem más lesz. Idéntől a munkaerőpiac igényeit kielégítő képzési formákba várják a jelentkezőket a Szekszárdi Szakképzési Centrum munkatársai. A fél, 1, 2 vagy 3 éves képzés ideje alatt piacképes tudást és szakoktatást szereznek a jelentkezők. Ennek alapján nagyon rövid időn belül kaphatnak állást a képzést elvégzők. A szakképzési rendszer átalakítása folyamatban van. Már szeptembertől a 8. osztályos tanulók az új képzési rendszerre, az új szakmákra fognak tudni jelentkezni. Így ezek az alapszakmák technikumban 5 év alatt szerezhetők meg, a szakképzőiskolában viszont 3 év alatt. Ezek széles szakmai, biztonságos szakmai alapokon nyugvó képzések lesznek. Az a jó hírem van, hogy a centrum fölajánlja ezeket az alapszakmákat, ezeket a képzéseket a felnőttek számára is, és számukra még azt az ajánlatot is fogjuk tudni tenni, hogy lényegesen rövidebb idő alatt fogják tudni a képzéseket elsajátítani. Ami nagyon fontos, hogy a tudás az jellemzően a cégeknél van, ezért a duális partnerek bevonása is várható a rendszerbe, sőt sokkal rugalmasabb iskolaszervezés is várható a jövő évtől kezdődően,
hiszen akár a tanulóknak, a jelentkezőknek az előzetes tudását is be tudjuk számítani, amit nem kell majd megtanítsunk a képzés során, itt lényegesen rövidebb lehet a képzésünk. Úgy gondolom, hogy színvonalas és jó minőségű oktatást kell nyújtsunk a jelentkezőknek. Tolna megyei igények azok jellemzően két terület köré csoportosíthatók. Nyilván Paks 2 hatása révén a műszaki terület az egyik kiemelt terület, de ha a turizmus vendéglátást nézem, Szekszárd ebben nyilván élen jár és komoly igényeket fogalmaz meg, de Tamási is. Így a vendéglátó szakmában a pincér, szakács, cukrász képzés nyilván népszerű képzés, ezekre még várjuk a jelentkezőket. De ha a műszaki területet nézem, akkor komoly igény mutatkozik az elektronikai technikusra, a villanyszerelő képzésre, de vannak informatikai, építőipari képzéseink, vannak kereskedő képzéseink, ezek mind megtalálhatók a honlapunkon. Szeptembertől kezdődően a bevont partnereink is taníthatnak már akár elméletet is, tehát egy egészen új képzési struktúra jön létre, hiszen a duális partnerek bekapcsolódnak a teljes képzés megszervezésével, illetve lebonyolításába. Ez az iskola és a duális partner egyességétől függ. Február 1-ig online is lehet jelentkezni a Szekszárdi Szakképzési Centrum oldalán a felnőtt oktatás nappali, esti vagy akár levelező munkarend formáira.